Nap, meleg, tengerpart, fürdőzés, pihenés, mindez egy csodás tájon. Körülbelül erre vágyhatnak az utazók, akik a passzív tengerparti nyaralás hívei. Sokan csak későn kezdenek foglalkozni az utazásukkal, ekkor az utazási irodák ajánlatai már nem annyira kedvezők. Bicsérdi Ritát a Sky Travel utazási iroda ügyvezető tulajdonosát arról kérdeztük, mi a teendő akkor, amikor utaznánk, de az előfoglalásról lecsúsztunk. Természetesen akkor is érdemes felkeresni az utazási irodákat, hiszen valamit biztos, hogy tudunk ajánlani, viszont azt már az utasok, akik évek óta utaznak, azt nagyon jól tudják, hogy az úgynevezett last minute utak, az ilyen utolsó pillanatos utak, azok már nem nagyon működnek, nagyon-nagyon kevés van, és ugye ami meg is marad ilyenkor, ugye pont azok maradnak meg, amik ugye nehezebb Ebben eladhatók, mint én, nagyon távol vannak a tengerparttól, akár a szálloda, akár az apartman, és ugye ezekből tudnak válogatni. De én azt gondolom, hogy hál' Istennek ugyan rengeteg repülőjáratnak, azért, ha akár a fapadosokat nézzük, akár a menetrend azért tudunk összerakni olyan utazást, ami végül is megfelel az utasnak. Külföld vagy belföld, tengerpart vagy hegyvidék, aktív programok vagy inkább pihenés. Többek között ezekre a kérdésekre kell választ találniuk az utazóknak ahhoz, hogy az úti célok körét leszűkítsék. Bicsérdi Rita úgy tapasztalta, hogy a nyári időszakban a tengerpart a legkedveltebb, a kulturális utazások nem a hőségben, inkább a tavaszi őszi hónapokban jellemzők. A Balaton továbbra is az egyik legnépszerűbb nyaralási helyszín, különösen a Covid-járvány óta, hiszen az emberek már nem annyira szívesen lépik át az országhatárt. Sőt, vannak, akik már a nyaralás szervezésében sem mernek belefogni, ugyanis a világjárvány egyfajta bizalmatlanságot keltett bennük. Akik a, a 19-es lefoglalták a nyaralásukat egyénileg, azok nagyon sokan küzdöttek azzal a problémával, ugye, hogy nem volt mögöttük egy biztos háttér, és nem kapták vissza az utazási árat. Ezzel szemben az utazási irodák, ha nem is fizették vissza az összeget, akkor utalványt adtak helyette, amit utalványt ugye, egy következő utazás alkalmával fel tudott használni az utas. Tehát az az anyagi biztonság és az a szaktudás, ami az utazási irodáknál megvan, én azt gondolom, hogy ezt a COVID óta sokan megtalálták felfedezték újra, és ez a biztonság, amit az utazási iroda tud nyújtani, azt gondolom, hogy anyagilag is megéri az utasok részére. A generáli biztosító tavaly végzett felméréséből megállapítható volt, hogy azok a magyarok, akik nyaralni mentek, több mint fele belföldi helyszínre utazott. Az idei számokat még nem tudjuk, azonban aki külföldre menne, annak az utazás tervezésénél javasoljuk, a választott úticéről előzetesen tájékozódjon.